látjuk a szezon átlagát Ilegennek, akinek ugye ez a, ahogy már mondtam, ez a 8. megmérettetése, és még a 2009-es világbajnokság volt ott, ahol a ugye selejtezőt kellett játszani, akkor még ugye voltak olyan játékosok, akiknek be kellett selejteznie, egy 5 nyertes, és Kantelétől kapott ki 5-2-re. Az azért érdekes a 2009-es világbajnokság, mert ugye ott első körben volt magyar résztvevő, ugye Bezzeg Nándor, ugye, aki kikapott Holland ellenfelétől, Vincent van der Voorttól, de az eddig egyetlen felnőtt világbajnoki szereplés ugye Magyarországról. Matt Campbell-é a kezdés. IGC-ben, és egy 100-as. Ugye itt lehet a, ugye Ilegen egy olyan játékos, aki azért bőségesen képes 90 fölé, még akár 100 környékére is dobni. Már ahogy mondtam, azért ő egy régi motorosnak számít. Matt Campbell pedig mindig képes csodákra. Neki hanyadik világbajnoksága? A Matt Campbell? 5. 5. 2020 óta zsinórban itt van. Itt ez az a parti, amelyik nem, tehát amelyik abszolút kétesélyes. Na mindjárt meg ránézek a fogadóirodákra is. Ez is a két meccsnél azért ezt nem lehetett elmondani. Ó, kiesik. Hát 42-re megy le, igen. Csak 3-as. 47 a dobás. És van 9, így. Kiszálló van Campbell. 60-as. 82 a maradék. Ez jó kör volt, 100 marad Ilegánnak. Ott az meg volt a bull, meg. Dupla 16, dupla 8. Bedobja. Bedobja a 82-t, 18 nyilas leg. De úgy, hogy ott állt, azért szépen 100 ponton várta a következő kört. Na, megtaláltam egyébként. Ha így veszük alapul, akkor itt van a legkisebb különbség a két játékos között. 60-ra egy, 140-es válasz, 1,45 század szorzó van Matt Campbellre, és 2,57 százados szorzó pedig Ilegenre. Úgyhogy ha az első meccseket várjuk, akkor itt a nagyobb, itt a legkisebb a különbség a két játékos között. De eddig, ha magát úgy veszik, akkor Ilegen nem igazából tud sokat hozzátenni a játékhoz. Jó a két tripla. 180! Az első. Ről lett 2-0. 82, megvan a tripla, megvan, dupla 12, tökéletes! Ó, de szép! Micsoda játék! Nagyon egyben van a kanadai. 11 nyilas leg azért. Hú, és milyen jó kezd oda. Akármilyen. Á! Na. 6 fölötti átlag. Kicsit ezen most rond, de még mindig 100 fölött van. Ugye azt azért tudni kell, hogy 5-ös, hogy majd ennek a mérkőzésnek a győztese James Wade-del fog játszani.
még hozzá majd 9-én délután utolsó meccse. Ah, nincs szerencséje Ilagánnak. 120. Á, ez hiba. Ez volt az első ilyen nagyobb hibája a kanadainak. Most hát csak pályán Ilagán akár előzhetne is. Kéne egy tripla. Meg is jön. De százas. Ó, újabb 40. 40. Teljesen együtt vannak most, de hát csopáján Ilagán előbb mehet ki szállóra. 226 dupla ki. Erre szokott 134. 92 marad. Hát itt is 170-re megy le 56-tal. Ki hogyan fogja kezelni a hibákat? Erről szól az egész. 60-nal kerekített 32-re, a 74-re jött a tripla 14, 170. 170-es kiszálló ebből nem lesz. Két darab 20-asnál járunk, 70 a maradék százzal, 32-re. Első eldobott nyíl duplára, jön a második is. Be is dobja. 17 nyilas leg. És úgy csinálja, hogy el is veszik ember kezdését. Igen, azonnal. Ez egy break leg volt, úgyhogy kezdett az egyenlítésért az első szetben. Lent tripla hetes lett a váltás. 95 a dobás így. Tripla 18 jött utána. 92 a válasz. Oh. 180! Neki is van 180-a. Ez 140-es. Aha. Látszik, hogy akkor most mindenki kezd belejönni jobban a játékba. Mocs lehet. Akár így. 97, 129 a maradék. Jó, most már dobát 20-asra kell menni. Megint az egyes. 77 nem kiszálló. 129-re 6 nyila van Ilagánnak. Nagyon szép, és a bull, hoppá, 104, nem, majdnem ott volt, a kiszállt, itt 4 körös lett volna. Ugye nincs kiszállón ilyenkor az ember, megkérdezi, hogy miért nem kerekít le 137, azért, mert mondjuk ez a 129-es kiszálló lehet, hogy lelkileg olyat dobott volna rajta, ami ilyenkor jó, hogy húzza föl magát a játékos, dupla 12, dupla 6. Nem dobja be. Na nézzük az 55-öt Campbellnél, és akkor egy break-kel be is húzhatja a szettet. A 15 megvan, és a dupla 20 könnyű kell, hogy legyen. Mindig. Nem dobja be. Megremegett a kéz. Na, lesz egyenlítés. Dupla 6. És ha bedobja, akkor érdekes lehet, hiába Campbell kezdi a következő leget, és a set győzelemért. De nem dobja be. Úgyhogy lehet, hogy nem lesz következő leg. Nem lesz következő leg ebben a setben. Szerintem ez itt lezárás. Így is van, 16 nyíl. 3-1, 1-0. Ott volt pedig a lehetőség a Fülöp-szigeteki előtt, de nem tudott vele élni legalábbis ebben a szetben, így 1-0-ra vezet Campbell, innen folytatjuk mindjárt. Jó kell ennek a melegítését, mert ugye Penhal ellen fog játszani. Ugye azért ez már második körös mérkőzés. Ugye még arról nem beszéltünk, hogyha esetlegesen itt
döntőszett van, akkor 2-2 után, ugye a döntőszett az ötödik szettben 2-2 után hirtelen halál van, tehát lejátszák az ötödik leget, és az ötödik leggyőztese lesz a mérkőzés győztese, tehát itt még az első körben nincsen tiebreak, ellenben majd a Joe Cullenék mérkőzésén ott már akár lehet is. Ugye a második szettel tényleg kezdi. Méghozzá eddig jól. Százassal. Ötkenbel is most triplával kezd. Százas-százas válasz. Ugye itt látjuk, ami egy fontos dolog egyébként, az a 8 kísérlete volt duplára Legennek, és egyet tudott belőle bedobni. 85. Egy volt a dobás. Egyébként a szünetben lehetett látni, hogy ilyen pólókat dobáltak ki a táncos lányok a nézőknek. Nagyon nagy keletje volt. 100-as. 176-ra. Most jól játszik. Igen, jó a következő is. Az is nagyon jó. 16. 168 a dobás. 8 maradt. 8 pontja. Hát arra kell dobni. 100-as, 160-ra jön le a kanadai. Dupla 2. Dupla 1. Nem tudja eldönteni, hogy most visszasokkaljon inkább. Nem tudom, ugyanolyan visszasokal. Na nézzük azt a 160-at, egy szektor, tehát... Remélem megjön a ezt én úgy szeretem ilyenkor, ha megbüntetik azt a játékost, aki nem dob rá egy dupla egyre. Nem is értem. Főleg azért... Dupla 2. Dupla 1, most már rádob. Be is dobja, hát az előbb is ezt kellett volna csinálni. Hála az előny itt a második. Így van. 18 nyilas leg volt. Azonnal jön rá egy válasz a kezdés. 136, nagyon szép. Vagy 140. 140. Jó. Jól bekezdtek most. 98. Mi lesz erre a válasz a Legennek? Százas. Most egy megakadás. 167. Nagyon szép. 87-nél jár tripla 17. 97-tel marad a 72-160-ra. De szép ez most. 180! Oda rakja magán most illegán ebben a szedben, de itt megvan a tripla 18, dupla 4-et kell dobni a Campbellnek, bedobja! 1-1! Ó, ez most jó játék. És megint jól kezdi legán, egy kicsit emelték most a színvonalat rendesen mind a két játékos. 100-as. Ennek ellenére ugye 18 nyilas volt az első, és 15 nyilas a második leg.
de kiszálló csata, 180! Megjelenik ez a 9-es, nekem jobban tetszett a sárga egyébként. Száznegyven. Na. Hát ez már százas. Fülöp Laci privilégiuma, úgyhogy én már micsoda? Hát a 9 nyilas, én már nem is reménykedek. Mert? Hát én velem vagy, nekem van több. Ja, neked van több. Tényleg. Nem nagy képűségből, de igen. Százas, 161. De Lacinak is nagyon sok van. Kétszer annyi mindenki. No, de én még dobogón vagyok. Nem? Persze. A harmadik. Az, nekem elég. Százas. Százhatvanegyre. Nincs a tripla 20 meg. Így nem lesz 161-es kiszálló, de végig dobja az utat. Azt hittem 57. 104. 121-re. Netlemből. Tripla 17 kell. Nincs meg, vissza tripla 20-ra. Na, ez most viszont annak ellenére egy nagy előny így, hogy 24-re tudott kerekíteni. 104-et meg kell oldani a Ilegennek. Még mindig tovább 84-nél. Na, 5-ös. Na, 79, ez nagy hiba. Igen, meg Kember ugye most elvenni a kezdését. 28. És kezdhet a 2-0-áért. Még mindig. Még mindig nagyon közel vannak, egy kicsit ki is kell állnia rá. Bedobja! Ez gyönyörű volt ez az utolsó nyíl. 15 nyilas leg. Na nézzük, akkor most kezdésből be tudja húzni a szettet. Igen. Két Kimbel. Hibátlan leg. Ó, egy ötössel kezd. Ez nem a legacélosabb így, azért még egy triplával. Bekezd 45-tel, látod? Két 15 nyilas után bekezd 45-tel. Látszik. Neki se tetszett. Ádám Marti. Az jó. Ó, megint egy szektorhiba. Forró Dánielnek üzenem, hogy természetesen jobban tetszett. 44. A sárga 9-es. Há, 38 pont. Megint ugyanazt látjuk, mint Jim Williamsnél. Megint ott volt az irányítás a kézben. És ebből lehet visszabrék. Abba az esetben, hogyha Ilegen tartja egy triplás kört, 60, viszont most szerencséje van, mert ő is 99 után egy 44-60. Most jó. Százas. Tud triplát dobni Ilegán. 57. Próbálta a három legnagyobbnál, de nem jött. Itt viszont most Campbell dobja az elsőt. Meg a másodikat. Ó, 180! Összerakta, 57-re ment le így. Ez volt a harmadik 180, a ötödik a meccsen egyébként, mert kettőt dobott Ilegán is. Ez se rossz. 103, a 108, igen. Hú, épp hogy benne. Ó, hát a dupla 20. Az bedobja 57. Ez is 3, egy 1-0. Így van. 2-0. Na hát akkor megint egy elmegyünk egy kicsi szünetre, és elmegyünk, nem sokára folytatjuk. Értem, ha valakinek lehet, hogy ellenszenves, attól még a játék tudását szerintem ne vitatjuk el. Campbell kezdi, nagyon jól egy tripla 20-assal, és ugye Ilegennek most azért van nehéz helyzetben, mert ugye a szesztet is Campbell kezdi, és elég neki csak a saját kezdéseit hozni.
140 a 140-re. Nagyon jó folytatás a 137-tel. Itt Campbell szerintem rövidre akarja zárni hamar ezt az összecsapást. 100-as. Ötvenhét. Száz negyven. 121-re megy le, legyen. 167. Ebben nem lesz 167-es kiszálló. Ott is elcsúszott a tripla háromba. 36. 131-re ment le vele. Tripla 17 kell. Hoppá. 41. Innen is bekövetkezett egy hiba. Tripla 17-re ment, és dupla 20, dupla 20. De nem sikerült eddig triplát dobnia, viszont így igen. 91, ez egy gyönyörű kerekítés, a végén 40 pontja marad. Megoldja! Szép játék volt nagyon. Azonnal egy brékleg így. Jó kezdés után nem bírt jó sorozatokat dobni Matt Campbell. 15 nyilas leg volt hátsó pályán. Na, az hova lett? Ő kiesett elég messze a kezével előre. Elnézést is kér, Milagán. 59. Na, ez eddig jó. 180! A negyediket is bedobja magának. Negyedik, az ötödik is benne. Oh, ó, a hatodik ment el. 140. Mutatta a fújolásra. 139. Megint jó a tripla, megint nagyon ráfókuszált, 105 ponttal marad a 76. Nagyon jó leg hátsó pályáról. Százassal 167-re tud lemenni, 76-ra. Pá, ez meg egy hiba. Ó, az meg bullet, 25 pontja van, 9-es. Megvan, 16 pontja marad, így dobott 60-at. 167. Orenz Ilegen előtt. Oh. Benne, tripla 19. Az nincs meg, 88 pontnál jár a 19-essel. Más, ugye ötös dob. 84. 83 marad dupla. 8 még mindig. Bedobja. Megoldja, visszabrékel. Egy 14 nyilassal. Újra megoldott, hogy csak saját kezdést kelljen hozni hozzá. 99. Azért az már igaz, hogy eddig több leget nyert Ilegen, mint az előző két vesztes játékos összesen. Hogy ott két bukott leg volt eddig, és egy megnyert leg, bocsánat, bukott. 40. És nagyon jó a tripla első nyíra. Ez átcsúszott. Az viszont jó, 135.
Tehát az hihetetlen, hogy most még délután is telt ház van, nem? Tehát... Hát, vasárnap van. De hát ez végülis teljesen mindegy egyébként, az étköznapok sorásosban megfigyelt a jövő héten, de a két ünnep között meg majd még inkább, hogy hát itt azért nagyon sokan erre úgy készülnek már, hogy időzítik például a szabadságokat. 59. Igen, 59. Erre az időszakra. Na, 208-ról mi tud jönni? Kiszállóra. 108 marad. Az már nagyon jó. Az igen. Most olyan helyzetbe hozhatja a világánt, hogy a hibázási kényszer ez nem megengedett a hátralévő játék során. Ötvenkettő. Ezt most értem, 56 marad. 48-at szeretett volna dobni, aztán pedig... Megvan a tripla, igen, akkor tripla az 19. egy nagy segítség lett volna, most a tripla 19, de nincs meg, és így a bullra. 59-el, nem megy, 68-ra, 56-ra. 16, jó, dupla 20. Ezek megoldja. 2-1-re vezet. Na és akkor most van az, hogy Ilagánnak hozni kell a játékát, mert ha nem hozza, akkor a meccsnek is vége. És akkor három darab, 3-1-es szettel búcsúzik. 96. Százas. 100. Sima 20-as, kell neki a tripla mindenféleképp. Nem jön. Ez így nem igazából jó, szerintem ezt azonnal reagálni is fogja. Bizony. Bizonyám jön a tripla. Még egy 140, az sokat segítene, meg is és van! Is. A kanadai sarok. Ja, azt hittem először a felon sarokról beszélsz, majd az délután, vagy este fog játszani. 140. Visszadobja Ilagán, tehát maradott a nyomában. Ó, most Kemel nem dob triplát. Két triplás kör, az nagyon jól jött Ilagánnak. Az jó. 140 megint. Igen, most jól megdolgozta magát Ilagán itt az előző két körben. Kembe pedig nagyon lemarad. Csak 60 a dob. Nem gond, 141, de... Megvan a 25 megvan. És a dupla 20, bedobja. Megoldja, gyönyörű 14 nyilas leg. Na! Hát akkor most! Folytatjuk-e tovább? Száz 40. Jó kezdi a saját legét. Az megint ott tripla. Százas. Nem biztos, hogy elég lesz mindig egy kevesebb triplát dobnia, mint a Matt Campbellnek. Megint egy tripla nélküli kör a kanadai. Na, most vissza lehet jönni. De az kell a tripla. Hát ez a hetesben megy ez a tripla, hogy ez nem az. Nehéz szülés a vége. Százas. 201. 180-nal lehet kiszállón. Így már nem lesz. Sőt. Biztos nem lesz 180. 60 pont. Szerintem. 92, az egy 19-es lett, nem talált el a 25-öst. 109-e maradt. Hat van pont. 109. 6 nyíl, ez 6 biztos. Nyíl, az így van. 74 jár. 51-jel maradt, az 58.
Á, nem. Ott vannak, 160-nak kiszálló az igaz, de hát itt vannak a meccsnyilak. Még mindig itt van ez a dupla 20, ki is áll rá. De nem dobja be. 160-ra van most egy lehetőséggel Ilegennek. Mind a három nyilat be kell dobni a tökéletesen a helyére. Tripla, tripla, dupla. Hatvan pont, 100-ra megy le, dupla 20-ra megint Metcalf. Ó, de lejtette, dupla 10, dupla 5. Jézus, nem tudja bedobni. Hiszen hihetetlen, amit most csinál Campbell. Az látszódott, hogy az nagyon gondolkozós dupla 20 volt, mert a nagy szektor közepébe dobott. És innentől kezdve lutri a dolog, mert most ez behúzza Illagán, már pedig miért nem húzná. De most mit fog márni, rámegy a dupla duplára? Rámegy a dupla duplára! És bedobja! Szépít 2-1! És ő kezd! Azért hát ez nem volt igazából várható. Hát volt ez abszolút nem volt várható. Mindenki szinte, aki... Hát, lehet mosolyogni. Mosoly. Alapvetően saját magának köszönheti Campbell. Hát de döntő pillanatban bedobta a 100-as kiszállót. És lelkileg nem tudjuk, hogy mit fog ez neki jelenteni. 99. 86-os átlagon van Ilegen, és 90,32 százados átlagon Matt Campbell. 100-as. Hatvanas. Jobban elkezdésből egy picit. Nem is ment rá 18-asra, nem érteni, hogy miért. 57, 341-re. Benne maradt azért a fejében picit. Nem csoda. A kanadainak ez. Kettő, 153 a maradék. Hat van. Hat nyila van 153-ra. Az megvan, tripla 19. Az is megvan, dupla 18. Bedobja a 153-at is. A legmagasabb kiszálló a világbajnokságon. Így van eddig. És ez... Folyamatosan húzni fogja őt fölfelé, fölfelé az ilyen siker. Hetvennyolccal kezdett. Campbell. Oda néz, biztos, oda hogy 180! Nem biztos, hogy ez a nagy kiszálló... Hibák, amik ugye a kanadainál voltak a harmadik szett végén. A meccsnyilak hibái azok nem biztos, hogy jól jöttek, mert Ilegen nagyon elhitte, hogy ő itt még nyerhet. Még annak ellenére is, hogy most nem jön tripla. De most még be is brékel, és 2-2-nél azért az nagyon nehéz lenne megoldani a Campbellnek. 83-mal 240 marad, most már számolni kell 18-asra váltani, kell a tripla 18 hozzá, vagy a tripla 20 is jó, 58, ugyanúgy nem kiszálló így. Na, megtalálta a kanadai is a triplát, 140, 100-a marad. Na,
Na, két huma. Nem jön a tripla, 60. Most Matt van 100 ponton, rámegy, nem ment rá dupla-duplára, dupla 10, viszont az jót lehet. Bedobja a százat ő is! Egy-egy! Most már neki is van százas kiszállója. Ó, 36. Nézd meg, ez elég volt neki, látod ez, hogy összerakja magát. 177! Na, ott a kis 9-es kifittyen megint. Most már harmadszor ezen a meccsen. rá válasz. De így is nagy előnyben van hátsó pályán. A kanadai. A második már jó. 85. Eltalált a tollat. Százas. Jó a váltás, abból a tripla 19. 95-es 144-re megy le hátsó pályán, sokkal jobban áll most Matt Campbell. Jó első nyíl, a második is benne. 140. Az nagyon szép, 74-nél jár. Újabb tripla, 18 kellene, az most nincs, 70 pont, meg mindig az. Fú, de mérges miatta. Azt meg kipattan! 58-at dobott. 70 pontja maradt. 96-ra a hátsó pályáról. Ő nem megy rá dupla-duplára. 56. 40-re kerekített. Na, itt választ 12-t, vagy a dupla 20-at, vagy a sima 20-as, bocsánat, sima 20, megvan. Dupla 16-tal. És 32 kell, nem dobja be. És itt van Campbell előtt megint a lehetőség. Dupla 10, ez most közelebb volt sokkal, ez is. Nem dobja be. Bedobni. Hát hihetetlen mennyit hibázik kiszállóra döntő pillanatba. Dupla 8. Besokol! Itt a másik nagy probléma. Őrület. Micsoda dráma, nem? A kiszálló csata, az még rosszabb volt, most kiáll. Nem tudja bedobni. Mennyire türelmetlen egyébként mind a két játékos. Így nehéz lesz. Megoldja. 2-1-re vezet a Fülöp-szigetek. Érdekes, 22 nyilas leggel hozza a saját kezdését. Nézzük most a... előről milyen játékot fog a kanadai mutatni nekünk. Egy százas. 6 meccsnyila volt Campbellnek, csak úgy mondom. Nem? Jó számít? Ez most nem volt meccsnyila. Nem ez, de az előző volt. Az előző szedbe. Ez 5 vagy 6, igen, nem számoltam. És
És óriásit változott a játékképe. Hát visszaesett a játéka egyébként Gamble-nek azóta. 42. Jó első nyíl. Második fölötte. 100-as. Az most jó sorozatok. 137. Nem volt elég. 19-es, ön is a tripla, 19. 96. Most lent van már kiszállón. Engem viszont nem fog tudni lejönni kiszállóra. 58 a dobás. 126. Nem kellett 19-esre kezdenie. Dipla 18, 68, az 58-al a maradék. Megint a végét elaprózzák. 60-nal, kiszálló 164, de nagyon magas. Az jó, 32. Megoldja két nyíllal, ez gyönyörű befejezés volt most. 2-2. És akkor az életmaradásért, vagy a meccsért. Ugye, ez ne felejtsük el. Természetesen idézőjelbe. Es kezdés. Oda néz, milyen jó válasz rá. 140 innen is. Ez csak egy sima. Százas. Végén azért jött a fűszer, a tripla 20-as. Az most nagyon jó. Százas. De szép, lemehet 170-re, még jobban is. 171. 132-je marad. Volt a dobás, 104-e maradt, 132, jó, kellene még egy. Nem, azt 42, ja nem, oda dobta, az is jó lett volna. 48-a maradt. Szép. És ott van a nyila, a 2-2-ért. Dupla 16, bedobja ezt is. Egyenlít. Döntőszet következik. Először a mai nap során 2-0-ra vezetett Kemper. Meccsnyilai voltak a 3-0-hoz. Hoppá. 140. Na. 59, nem tudott rá reagálni. Ne felejtsük el, ugye itt nincsen. Na,
Nincsen tiebreak. Tehát Campbellnek elég a saját kezdéseit hozni a győzelemhez. Legendnek viszont mindenféleképp breakelnie kell majd Campbellt azért, hogy meg tudja nyerni ezt a mérkőzést. És megint a 140 után egy 43-as kör a kanadaitól. Hihetetlenül ingadoznak mind a ketten, és ott vannak, látod a kiszálló lehetőségeket. 140! Hát, nyilagán rajongó. Az is 140! 302-re, 18-asra kéne kezdenie. Két sima 20-as. 60-as. Az benne a triplába. Ó, 85! Nagyon eldobta ezt. Százas. Megvan a tripla. Megám, dupla 18. Megoldja két nyillal, 14 nyilas leg. Egy leggel közelebb a kanadai. Mindig akkor volt probléma a duplákkal, amikor tétje volt. Igen. És ez most nem volt megszorítva. Megszorítva, igen. 97-es a kezdés előről. Második nyíl már benne van. 100-as válaszként. Jó szoros meccs lett ebből. Nem gondoltuk volna, nem? Főleg a harmadik. 93-mal. 180! Hát ezt most nagyon összerakta, eddig úgy néz ki. Hát Campbell meg is dobta az ötödik 180-át a mérkőzésen. Ugye három van Ilegennek. Hozzájárulnak 8000 fonttal eddig. Hoppá, 180! Te jó játék hátsó pályán! Még egy ezres. Ez azért nem olyan rossz már. Ez most hiba. Ugye ne felejtsük el, hogy minden 180 után, dobott 180 után 1000 fontot ad. Paddy Power az angol prostatarák elleni alapítványnak. Bedobja. 2-0! Ég hozzá egy gyönyörű 12 nyilas leg. Azért ez nagyon erős játék. És megint jól kezd. Most nagyon elkapta a fonalat, még ennek ellenére is. 135! Kilencvenhét lett a válasz, úgy elkapta a fonalat. 180! Ú, milyen játékot mutat most! Egyre közelebb, hogy megint mesnyilai leessenek a kanadainak. Nem tud most hozzászagolni, illegán itt ebbe a döntő szedben szenzációt mutat Matt Campbell. 58, mindjárt rá is nézek, hogy hogy áll most a szett átlaga. Nagyon kemény, 117,86-os szett átlagon van most. Azért az nem akármilyen játék.
Jön a 140, 128-ra, megnézte. Nincsen kiszállón, tripla 20-asra fog kezdeni, tovább kell dobni. Az is jó, és 32, most bedobja 128-al! Milyen játék! A vége azért. Mit csinált itt az utolsó szedben? A kanadai, mindjárt mondom, milyen átlag, 118,66-os átlagot dobott az utolsó szedben. Utális, ami... Hú, deve! Se értik, hát nem tudom. 14 nyíl és két darab 12 nyilas leg. De jó, ha a vége jó. Hoppá! 3-2, tehát végül is azért ő megy tovább. Hát ez a végén azért megmutatta, hogy mire képes. Igazából, hát majd ugye James Wade ellen láthatjuk majd őt. 3-2. Pici szünet, nem sokára. Második körös meccs, Joe Cullen, Darren Penállal játszik majd. Jön tehát a mai nap első kiemeltje, Joe Cullen, rövidesen.